Gyurcsán Ferencért, a Magyar Demokrata Pártért így szoktuk mondani, hogy kell, mindent meg kell tenni. Orbánnak mennie kell. 2025-ig Orbán Viktor, ez a kettőjük harc, ez Gyurcsán Orbán harc, itt harmadik nincsen. 3 hónapra megalakulás után közel 4000 felvett tagunk van, a 106 már az új választójogi törvény szerint megrajzolt választókerületből közel 90-ben megbíztuk a választókerületi szervezőket. Ezt a pártot ti tartjátok el? Hát nem túl gazdagon, megmondhatom, de ti tartjátok el. Ha én venni szeretnék valamit, egy ülőhelyet valahol, bárhol is, azt jelenti, hogy fizetek érte. Egy új kormány azzal az igénnyel kell, hogy elinduljon saját útján, hogy a kormányzás első napjaiban arra kéri a Magyar Köztársaság parlamentjét, hogy helyezze hatályon kívül Orbán alkotmányát, és állítsuk helyre a 2010. április 25-i állapotot. Ez a párt az, aki a demokratikus alapokra épít, és ott nézi a szegényebb embereknek is a jövőjét. Kijózanodni nem csak nekünk politikusoknak kell, nekünk elsősorban, de a választóknak is, mert polgári Magyarország nincs polgárok nélkül. Nyugatos Magyarország nincs nyugatos mentalitás nélkül. És ezek pedig nincsenek nélkületek. Köszönöm szépen!